Köszönöm szépen. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt a mai rendezvényünkön. A Kardoskuti Nyugdíjas Vers és Prózaíró Pályázat díjkiosztó ünnepségén 29 évvel ezelőtt Nagyné Szőlősi Teréz indította útjára a Nyugdíjas Vers és Prózaíró Pályázatot a helyi Kardoskuti Miklós Nyugdíjas Klubban együttműködve. Az akkori indító tagok megöregedtek, sajnos az idén nem indult a pályázaton egyetlen helyi alkotó sem, viszont soha ennyi pályázat nem érkezett le, mint az idei évben. 64 pályázó, összesen 276 pályaművet adott. A két kategóriában a vers és próza. A pályázat kinőtte a megye, majd az ország határait is. Az ország minden tájáról, a legtöbben Békés megyéből, de Budapestről, Debrecenből, Miskolcról, Dunaújvárosból, Nagykanizsáról és még Erdélyből is érkezettek pályaművek. A beérkezett alkotásokból minden évben megjelenik egy könyv, a Kardoskuti Antológia, a 2014-es írásokból összeállított kiadvány a héten jelent meg nagyon friss még, az aulában megvásárolták már, de aki még nem tette, az megvásárolhatja. Illetve a régi számaikat is áruljuk, akinek esetleg hiányzik egy-egy példát, az nagyon kedvezményes áron megvásárolhatja most. Összesen 37 díjat fogunk ma kiosztani, támogatóink jóvoltából. A rendezvényt támogatta Kardoskut község önkormányzata, Kardoskut községért közalapítvány, a Nagy Utazási Iroda Nagyné Szőlősi Teréz, Szemenyei Sándor gazdálkodó, Pápai Kata kerámikus, Koszorús Oszkár könyvtáros, Kincses István és családja, Varga Pál és családja, Kocsis Péter, a Faluszépítő és Turisztikai Egyesület vezetője, illetve Moros Lajos képviselő úr és csapata, akiknek a jóvoltából rotyoga pörkölt az udvaron, gondolom az illatát már éreztünk is. A pályamunkákat értékelte Koszorús Oszkár könyvtáros, és Vargámé Meller Borbára, amivel ő már jelenleges előadásodik. Szeretném, ha jól éreznék ma magukat, remélem jelezni fogják az elhangzó alkotásokat. Szeretném megkérni Lengyel György polgármester urat, hogy köszöntse a település nevében vendégeket. Nagyon nagy szeretettel köszöntök ma mindenkit ezen a szép őszindító napon, én úgy fogalmaznám, hiszen ahogy megláttam ma az antológiának a kinyomtatott verzióján azt a szép színes őszi levelek ábráját, már is az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen beleléptünk az őszbe, és remélem, hogy tulajdonképpen ezen a napon önök is átérzik ennek a hangulatát, különösképpen az antológiában szereplő művekkel, amiből ugye néhány magukban el is fog hangzani rendhagyó módon. Ezt mindenféleképpen nagyon-nagyon örvendetesnek gondolom, hogy lassan ugye 30 éve, ma 28. alkalommal kerül az antológia kiadásra, illetve lesznek majd díjazva az országon belül és országon túlról érkezett pályázatok is. Szeretném megemlíteni azt, hogy Kardoskut község testvértelepüléséről Homorod János falváról is minden évben érkeznek be pályázatok. Azt is szeretném dicséretként mondani, és nagyon örülünk annak itt Kardoskuton, hogy nem elfogy az érdeklődés és az igény, hanem megerősödik és megmarad. És úgy gondolom, hogy ebben a körben bátran elmondhatom, hogy ez valamennyiünk megnyugvására szolgál, hiszen ugye a mai rohanó világban, amit mindig szoktam mondani, bizonyos értékek elvesznek, bizonyos újabb szokások jönnek, de hál' Istennek az irodalom, a könnyű irodalom iránt az érdeklődés megmarad, és ez mindenképpen megnyugtató szép dolog. Még szeretnék annyit mondani, hogy a támogatók között Szemenyei Sándor úrnak is a nevét meg kell említsem. Ő
és képviselő testületű tag is, illetve azon kívül is támogatja a rendezvényt évtizedek óta. Ami még fontos, hogy gondolom vannak önök között olyan, akik nem jártak még Kardoskúton. Lassan 60 éves kis település vagyunk. A Vásárhelyi Buszta tanyavilágából indult el a magja ennek a kis falunak, ami 1950-es évektől épült ugye a templom, ezzel a művelődési házzal, majd a házakkal. Itt elsősorban az olajipar és a gázipar volt a mezőgazdaság mellett, ami sok-sok embernek adott munkát. Napjainkban jellemző inkább a közeli városokban való munkába járás. Itt helyben ugye még valamilyen szinten az olajipar és a mezőgazdasági cégek az adnak munkát az embereknek. Jelenleg általános iskolánk szünetel. Most egy demográfiai mélyponton vagyunk, de azt el szeretném mondani, hogy a született gyermekek száma nő, és az óvodánk is reményei szerint megmarad és meg is erősödik. A településről még annyit szeretnék, hogy egy különös természeti kincsel is dicsekedhetünk, és mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, hogy innen alig 4 kilométerre található a Kardoskúti Fehértó, az ország 7 természeti csodájának egyike, ami Ramsári vizes élőhelyek védelmét élvezi. Európában néhány ilyen fokozott természetvédelmi értékkel lehet találkozni. Itt a vonuló madarak látványa egy rendkívül attraktív és sok embert megmozdító történet. Hát annak nagyon örülök, hogy önök ma itt helyben főzött marha pörköltet fogyaszthatnak, hiszen már gyermekkoromból egy emlék volt ennek az illata, és olyan jó volt újra így idejönni a kultúrház környékére, hogy már a rendezvény előtt lehet érezni a készülődést. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Kívánom, hogy vigyenek jó élményeket és emlékeket Kardoskútról, és bízom benne, hogy a jövőben is rendszeresen látogathatnak el hozzánk. Jó étvágyat az ebédhez! Köszönjük szépen polgármester úr megnyitó szavait. Rozmarin nyírta a körnek ezt a szép műsort, a ruhájukat meg se dicsértük, de gondolom láttam mindenki nagyon szép szobát képviseltet, amiben voltak. Mielőtt átadnám a szót a zsűri elnökének, Koszorús Oszkárnak, hogy értékelje a műveket, szeretném még egyszer felsorolni a támogatóinkat, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Tehát Kardoskút községi önkormányzata támogatta a rendezvényt. Kardoskút községért közalapítvány, Szemenei Sándor gazdálkodó, Nagyokazási Iroda Nagy Nézszőlősi Teréz vezetése, Pártalokat a Kerámikus, Koszorús Oszkár könyvtár, Kincses István és családja, Barna Páros családja, Kocsis Péter a Faluszépítő és Turisztikai Egyesület. Valamint akkor előbb a legnagyobb tapsot kapta Moróc Lajos képviselő és csapata, akinek az előadásokat. Köszönjük szépen támogató segítségüket, és akkor megkérném Koszorús Oszkárt, a zsűri elnökét, fáradjon ki, és mondja el a véleményét az idén beérkezett pályaművekről. Pályázók, kedves Kardoskúti házigazdák, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Ismét megelevelett Kardoskút, ez a szimpatikus, rendezett, közel 1000 évek számú békés kis település. Sok minden más mellett az idén is megrendezték a Kardoskút rallit, a Hőség napját, a 13. falunapot, a 15. Fehértó napját, és most itt vagyunk az országos jellegű nyugdíjas versenyt rózsaíró pályázat díjkiosztóján. Mint hatodiknek felkérő zsűri elnök, nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévő pályázót, a Móra Ferenc Művelődési Ház, könyvtár
és Kardoskút önkormányzata által rendezett díjköztön ünnepségen. Köszöntöm a családtagokat, a közelebbről és távolabbról érkezőket, a házigazda Kardoskútiakat. Köszöntöm Lengyel György polgármester urat, a az önkormányzat képviselőit, az irodalom barátait. Köszönöm Vargáni Neller Borbála, Gyeden lévő igazgatónak, és Terjézé Kaposi Andra megbízott igazgatónak a szépségét, hogy értékeljem a beérkezett pályamunkánkat, szóljak az irodalomról, és ahogy az hagyományá vált az elmúlt években, hogy egy kicsit szóljak a bennünket körülvevő Vásárhelyi puszta szellemi kultúrájáról. Mi közön, mi kötődésem van nekem az irodalomhoz? Tehetnék fel a kérdést önök, már itt elhangzott, hogy könyvtáros is voltam többek között. De így röviden bemutatkozom, miután a idei 64, tehát én sokan nem voltam, csak 64 pályázó, közül legalább 20-an most indultak először, bár közülük nem mindenki jött el, ezért röviden bemutatkozom egy néhány mondat erejéig. Tehát életem fontos szakaszában 1960-tól 2011-ig 50 évig 5 hónapot dolgoztam, először, mint könyvtáros és könyvet volt vezető, tehát akkor aztán nyugdíjba mentem. 1963-66-ig Szegeden könyvtáros képzőt végeztem, majd Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán szereztem újabb könyvtáros oklevelet. Egész életemet a könyvek között töltöttem, és az irodalom vonzásában, tehát egész gyerekkoromtól kezdve itt elmondhatom, hogy édesapámnak volt egy 4000 kötetes könyvtára, nekem is van ugyanannyi, csak más jellegűek. Őt inkább a teológia érdekelte, engem pedig az irodalom, a művészetek és a helytörténet érdekel elsősorban. Könyvtárosként az 1960-as években volt olyan esztendő, hogy 130 akkor élő magyar író legalább egy könyvét olvastam el. Tehát külön sportot csináltam bele, de alig vártam, hogy jöjjenek az újabb szállítmányok, és én akkor mindenkit ismertem. Tehát akinek akkor 1960, mondjuk 371-ig valami önálló kötete jelennek valóri, ezt mindenkit ismertem, és külön szerettem olvasni az akkori magyar irodalmat. Minden irodalmi folyóiratot, miután felnőtt olvasó szolgálatba voltam, minden irodalmi folyóiratot elolvastam az Alföldtől a Tiszatáig, és mindenkit ismertem, és nagyon sok emberrel az idők évtizedei folyamán hát kapcsolatba is kerülhettem, és hát örülök mindig, ha régi ismerősökkel futok össze. Voltam a Békés megyei titkirodalmi szakosztályának a titkára, Orosházban a Városi Irodalmi Klub vezetője, az ország legkiemelkedőbb előadó művészet hívtuk meg, csináltam 50 estet akkor, de olyan emberekkel, mint Bácsi Lajos, meg Mensáros László, Biskei Tibor, nem zsarom eleget, tehát akkor az ország legjobb művészei voltak, és nekem megadatott az, hogy ezekkel együtt létek legalább köszöntsem őket, még megköszöntsem az ő előadói esiket, még aztán a nagy élmény volt, hogy a legtöbbikkel aztán együtt vacsorázhattam, és nagyon sokakkal, például a Mensáros Lászlóval évtizedekig megvolt a kapcsolatban, rengeteg történetet tudok róla. Tehát csak azért gondolom, hogy tehát én elég régen benne vagyok az irodalmi életben, és megszámolhatatlan irodalmi estet, író, költő, olvasó, találkozót csináltam évtizedekig. Több önálló könyvet írtam, soknak munkatársa vagyok, sokat szerkesztettem, lektoráltam. Itt megemlítem a Budai Csaba Törköly József könyvtárosok által írt jegyzett Kardoskút története című munkát, tehát ezt is én lektoráltam. 2001-ben adták ki, tehát ez már 14 éves könyv. Bizonyára a századik elérje az Orosházi és környéki irodalmában foglalkozó írásrendek száma. Nem mellesleg a 22. évfolyamában jár Orosházi Harangszó című lap egyik szerkesztője és állandó munkatársa vagyok. Ugyanakkor, mint nyugdíjas, 3 éve fölkértek, ahogy a könyvesboltot bezártam, tehát 3 éve fölkértek, hogy heti 20 órában elvállaljam az Orosházi Evangélikus Egyházközség levéltári feladatait, tehát most, mint levéltáros működöm hétköznapjaimban minden mellett, tehát heti 20 órában.
És most az ötödik, reméljük most már a idei hőhullám, ötödik hőhullám lecsengésekor újra itt vagyunk Kardoskúton, kicsit be is sötétedett, egy kicsit féltem, hogy nem fogom majd látni a veszett, mert egyszer jártam úgy egy kiáltás, folyításkor, hogy nem volt villany, és úgy be sötétedett, hogy alig bírtam felolvasni a beszélt. Most sem osztom szövegét, hogy ne 73 éves, meg csak 72-re nézzek ki. Tehát kicsit megértem, hogy ilyen sötétség van, de azért sikerül elmondani. Tehát látva itt az arcokat és a sok új arcot, azt hiszem, hogy mindjárt várakozással és ünnepi szívvel és lélekkel érkeztünk még ide erre a mai találkozásra, beszélgetni az alkotótársakkal, gratulálni a tavaly vagy a most kétezett antológiának az írásaihoz, szóval legyen régi kedves ismerősökkel, barátokkal és beszélgetni terveinkről, céljainkról, feladatainkról, mert remélem mindenki még előre néz. 2015-re, ahogy a igazgatónő is mondta, tehát ugrásszerűen megnőtt a pályázók és a pályázatok száma is. Míg 2014-ben, csak egy összehasonlító adat, 2014-ben 44 pályázó volt, de el is több volt már, mint a 13-as. Tehát 2014-ben 101 vers és 45 prózai munka, addig 2015-ben 64 pályázó, tehát 44-64, 101 verset, 199-et küldtek be az idén, és 77 prózai munkát, tavaly 45-öt, tehát gyakorlatilag még 2014-ben 146 pályamunkát kellett értékelni, az idén 276-ot. Tehát ez egy hatalmas, tehát egy hatalmas dosszié, nem hoztam el bemutatni, nem mondom, el tudják képzelni, nem szipekszem itt 15 kiló irattal, tehát mindig olvastam. Szó esett már itt futólag, hogy honnan érkeztek pályamunkák, mert tényleg országosra hát terevésedett ez a hát évtizedek óta elindított jó ötlet. Szegedről 12 fő jelent meg, de vannak van szegedi hát alkotó köréhez tartozó csoportok, akik nem Szegedre laknak, hanem más, de ők is látom a formátum, a gépeléseken, hogy ők is oda tartoznak. Orosházára 8 fő pályázat, Békéscsabára 4 fő, Hódmezővásárhelyről 4 fő, van aztán 5 település, ahonnan két-két pályázó nyújtotta be pályázatát, Batonyáról, Debrecenből, Mezőkovásházáról, Nagyszénásról és Üllésről. Az alábbi helyekről pedig egy-egy pályázó jelentkezett, Almáskamarás, Csanádpalota, Telekgerendás, Miskolc, Maglód, Homolód János puszta, tehát ez az erdélyi testvértelepülés, Sándorfalva, Csorvás, Dunaújváros, Solpatkert, Gyál, Kunárgota, Abasár, Ajka, Gyula, Nagybánhegyes, Gádoros, Márté, Szatymaz, Békéssámson, Petőháza, Nagykanizsa, Nikkel, nem tudom micsoda, ez a Nikkel, emlékszem, tehát pedig egy évezet van, most reggel hallom, hogy Nikkelsdorfba vitték a menekülteket, nem Nikkelsdorf, ez Nicknek van írva, nem tudom, hogy ez hol van, mindegy, nem Békés mennyire. Mert ott az ismerünk mind a három terepét, Pusztakörbár, Tontkonós és Nincsen. Tehát ez tényleg egy egész országot lefedő hát érdeklődés mutat. A pályázati kiírásban szerepelt, hogy 2015. április 30-ig küldjék be az alkotásokat, csak saját szellemi alkotásokkal lehet pályázni, ezt azért is írták ki az igazgató művet, volt van. Most nincs itt az illető, azért meg nyugodtan elmondani, majd megnézi, ha fölveszik a filét, megnézi. De volt olyan, aki egyszerűen lemásolta valaki másnak a már itt ide beküldött és megjelent versét, csak a nevét írta fölé, és az illető nem gondolta, hogy ez erre rájön valaki. Aztán hát az illető költő szólt, hogy ez az én verse volt 3 évvel ezelőtt, és most más néven jelenik meg, hogy van ez. Mindegy, tehát azért tudom a saját szellemi, hogy nem más olyan, mert sajnos volt egy másik barátom, az még éremzítő könyvet szerkesztettem 40 éve, és fölkértem, hogy írja meg valamit, és erre a kitüntetési gyűjtésére egy nagyon jó tanulmányt leadott nekem egy általán szerkesztett kötetbe, mondom, hát rátaláltam, és amikor megjelent, akkor szólt valaki,
hogy ebben csak annyi az ő munkája, hogy letörölte a pesti szerződelmét, akit én nagyon ismertem, csak nem tudtam, hogy 57-re írt egy ilyen írást, pedig ott volt a polcomon, és csak annyit változtatott, hogy fölé írta a saját nevét. És mondtam is az illetőnek nagyon mérgesen, hogy hát hogy képzelted ezt a dolgot? Azt mondom, már épp ideje volt ismét kiadni ezt a bírát. Na de hát mondom, ha te most lemásolod az egri csillagokat és fölírod a saját neveletre, mint a Gábri Bérnek, akkor úgy van, hogy ez helyett dolog, ez mondom, pláni. Na, nem részletezett, csak itt is volt ilyen, és azért írtuk ki a kiirányba, hogy csak saját szellem alkotása. Kardos útra korábban már beadott alkotások beszerepelnek. Kettőre biztos, hogy rájöttem, hogy beküldtek olyat, ami már előző egy évben benne volt. Hát ezt nyilván nem féltányoltam, de mondjuk én magam is, ahogy telik az idő, nem mosolygok annyira az öregekkel, ezt annak tudom be, hogy elfelejtették az illetők, hogy 3 éve mit küldtek be, vagy 5 éve. De mondom, én kettőre biztos tudom, hogy már egyszer így szerepelt. Maximum 10 pályamunka érkezett, ezt betartották, és 3 példányban, és az írások elhagyják meg a 10 oldalt. Volt egy kitűnő pályázat, egy nagyon jó írás adott, ez 26 oldal, persze ezt is elolvastam, én még mindent is jó írás, csak hát nem felelt meg a pályázati feltételeknek, tehát azért nem az, hogy ne terheljék a gyűrűt, meg elolvasom én a 26 oldalt is, tehát én még abban a korosztályban tartozom, akik olvasnak, meg olvastak, mert vannak az emberek, akik már szellemileg akkor is kipárodnak, hogy ezt a napi 3 hirdetési újságtól elárulnak, hogyha azt átnézik, hogy mi hol volt, sok, ugye? Tehát ennyi a szellemi kapacitás, más nem szólhatnak. Megállapíthatom, hogy itt ott már tényleg profi munkákat is olvashattam, akár irodalmi folyóiratokban is elhelyezhetek lennének, tehát én biztatok is mindenkit, hogy a maga a települések környéknél lévő irodalmi folyóiratok lényeg, tehát hogyha miután tényleg a pályázati díjat nem emeltettek, és tényleg fáj a szívem, majd itt még rátérek, itt leírtam a szívfájdalmat, hogy tényleg nincs annyi díj, mint amennyi pályázó. Tehát én azt már most biztatok embereket, hogy próbáljanak valamilyen más irodalmi folyóra, de rengeteg irodalmi folyóra van most nem részletem, mert eljött hozzám sok mindenben, sok barátom van Orosházban is, ahol lakom, tehát behoznak ki egy nyírségi dolgot, bajai dolgot, pesti dolgokat, még pár, még sőt, kanadai dolgokat hoznak, ahol szintén szerepelnek magyarok és oroszlányok. Tehát rengeteg ilyen folyóiratot esélytek próbálkozni, esetleg más fórumokon is. Tehát, ahogy az előzőben is mondtam, hogy úgy érzem, hogy kevesebb a halva született írás, mármint a halva született írás, hát azt értem, hogy ami csak a szerző olvas el, saját maga, meg a zsűri, akit nem tudom, mert ez a feladatot, tehát a halvaszörző két ember olvas el, egy ő saját maga, meg egy a zsűri, és ez a befejező. Volt tehát több ember, aki egy-két pályamunkát küldött be, volt, aki 6 verset, pedig többen a maximális 10-zel szerepeltek. Előjárva minden pályázónak gratulálok, független attól, hogy díjazott lettek, vagy rövidebb vagy hosszabb pályamunkával jelentkezett. Tudom, mindenkiről tudom, hogy komoly elhatározás, felkészülés és igyekezett van minden irányban. Tehát itt ezért méltányolom, és ahogy fölöttem is telik az idő, tudom azt, hogy egyre hűvösebb az ember, tehát én magam is kérdezték, hogy vagyok, mondom, minden nap nagyobb nehézség, úgy mutatkozom, hogy tökéletes vagyok, mert mindig az ember gyűlösödik és kisebb problémái vannak, de hát úgy átérzem a velem még idősek vagy fiatalabbak, idősebbek nem merünk mondani, de stb. Röviden szólok arra, hogy milyen témakörök foglalkoztatták a pályázókat. Tehát ami úgy általában visszatér, de vannak újabb és újabb dolgok, gyermekkori emlékekről írnak sokan, szülők, nagyszülők iránti hála, a neveltetés, hogy ilyen utalvalót adtak, ami egész életükre szóltál, ilyen dolgokat örökítenek meg az írásaik, a versei, de emlékezik a szülőfalura, elterültek és visszamenni szülőföld szeretet. Egykor volt tanási élet, tehát ugye nagyon sokan még abban időben éltek, éltünk, tehát én magam is így elég jól ismertem ezt a
rész háború borzalmai, mindig visszatérnek, utazási élmények, tehát sokannak még az utatlanak is elvégeznek. Többen felelevenítették a régi, beteljesült és viszontatlan szerelmeket, tehát vannak ilyenek is, olyanok is. Az éjszakok szépségéről írtak sokan, természetedet rezgüléséről, madarak állatok szeretetéről, és ahogy telik az idő, mind többen írtak a szülők vagy a házaspárs elvesztéséről, betegségekről, kórházi ápolások, idősek otthonában folyó életről, tehát ezekről a mindennapi gondokról, a közelgő elmúlásról. Több irányban megjelenik az istenhit fontossága, a remény és a reménytelenség, a munkanélküliség és hát az élet tapasztalat. Olvasgattam, elemezgettem, igyekeztem próbálni tenni a műveket. Próbáltam megérteni a művek keretkezési körülményeit, elemezgettem, ízlegettem a címeket, azt is, hogy hogyan mondja ki a szerző, a témát, mi a mű tartalma, mondani valója, ezt hogyan fejti ki az adott irányban. Figyeltem a szerkesztésre, a helyszínre és az időre, jelenábrázolásokra, arra, hogy a szerző hogyan mondja ki a cselekményt, hogyan írja le az adódó konfliktusokat. Fontos volt számomra az eszmény mondani való, a nyelv és a stílus. Akinél tudtam, igyekeztem összehasonlítani a néhány évvel ezelőtti írásait a maival. Tudom, mindenkinek más és más az élményanyaga, ugyanígy teljesen különbözőek a befutott életpályák is, tehát ezt nem kell magyaráznunk, mert nem vagyunk egyformák. Elmondhatom, szívesen olvastam a munkákat, és nem a hibákat kerestem a feladott pályamunkákban, hanem az értékeket. Mind a 35 pályázatról nincs idő külön szólni, tehát ez a 35 pályázó, ez a prózára vonatkozik. De néhányat megemlékezik. Tetszett az évek óta közöttünk végül Szegedi Sántáné, Kurunci, Mária, mindhárom megküldött írása, különösen a vendégem az öregség, tehát ez egy elég érdekes írás. Először jelentkező Nagymányosi Dohányosi Gulyás Zsuzsanna is jól megkomponálta mindkét írását, tehát majd biztos meg fog jelenni a írását. Van egy ilyen pillanat, két mellett távé és egy éjszak a parancsa, tehát nagyon humoros írások. Érdekes, és jól leírta, tehát azt mondja, jól leírta a történetet, jól jellemezte a helyzetet, tehát mondjuk. Akkor szintén tetszett a szegedi doktor Bálint János Pé, Ágoston Ivana, aki két próza írást küldött be. Kiválóan kérdezett meg a 120 éves iskolát, amit az egyik Korosvári Általános Iskola jubileumára írt. Történetesen pont ott voltam a Judit Fatjab iskola 120 éves évfordulóján volt iskolában, tehát világ, tehát sőt mégis jelent egy kötetben már, tehát ez nincs benne, hogy nem lehet pályázni olyan írás, ami már megjelent. Ezzel lehet gondolkodni esetleg, mert így irodalmi folyamatokat nem szeretik, hogyha 16 helyre elküldi az ember, és akkor itt megjelenik, de tárgyakból viszik tovább, hanem esélyt új írásokkal ugye kirúkolni, de jól ezt megcsinált egy bekötői katonának, tehát ez egy nagyon jó. Eddig nem pályázott, legalábbis úgy tudom, a Mezőkovácsháti Barta Lajosné, nem tudom, itt van-e Barta Lajosné, itt van. Na, szóval üdvözlöm, és legalábbis azt mondom, hogy nem pályázott eddig. Hát én 6 éves kísérlek figyelni már, bár előzőleg a Nagyné Terike, meg a lengyelné, Emma, tehát a polgármester édesen, Emma volt édesen, hát említem jól. Tehát ők csinálták még az elején, tehát én akkor is benne voltam a dologban, tehát nem tudom, hogy kik szerepeltek a 29-edik, tehát fölfele mindegyiket. Tehát én nekem nagyon elnyertem a tetszésemet, kiemelkedően megint szép írásnak tartom az Új élet a régi házban című munkáját, ami egy szegény fiatal házaspárról szólt, akik dolgozni akarnak, és hát megélni és életben maradni. Tehát nagyon szépen leírt, csak kibontotta a cselekményt is, a jellemeket is, tehát mindent szépen megcsinált, tehát külön kiemelem. Két szegedi pályázóról szeretnék még külön szólni, Hajdvéd Józsefről és Vörös Pálról, akik itt vannak, ugye közöttünk Kardos úton, és tényleg mindig
komoly színvonalú írásokat adnak le. Hagyd is jó, hogy a mester ilyen megírt vicces történeteket küldött be, mint az előző évben is. Vaj Ákos Csontkovácsoló biratatása. Hát ez nagyon jó, ilyen szórakoztató olvasmány. A népi gyógyírtások és praktikus gyógyomódok színű írása is. Tehát ez is egy nagyon jó, ez egy nagyon figyelmet érdekelt, és Vörös Ákos régi pályáról magas fokon megszerkesztett írása a Neveit nem kőbe íródtak című a nagy háborúban, ami ugye most mint ezt én régen tudtam, mert én könyvtáros voltam is, ott voltak a nagy háború kötetei, tehát én nem most szembesítem azzal, amivel több ember mondjuk nagy háború, így írják. Hát ezt így írták, mert akkor én nem tudták, hogy lesz második világháború. Akkor azt mondták, ez volt a legnagyobb háború, de egyik, hogy több nem lesz. És tehát a Vörös Pál az olasz fronton elesett nagyapjára emlékezik szeretettel, és leírja a Neveit nem kőbe írottak címben ezt a történetet, tényleg nagyon jól megformálva. A másik írás a Gólya Kalifa. Ezt a címet ugye ismerjük, lehet, hogy a Vörös Pál külön írta be, Babics egyben írja, ugye ez egy Babics Mihály regény, és tehát egyben írja Gólya Kalifa. Ez egy élettani regény, amit már középiskolás korunkból ismerünk, mert azért mi még tanultunk Babicsról. Tehát akkor még most manapság én mondtam valakinek, Lényeg Miklós barátomnak, hogy egy nagy irodalmára beszéltem, és azt mondja nekem, tehát én azért egy kicsit részehagyó vagyok, Garbasov érte szemben, a Forrosára születtek, kétszer is fogsúgy érte, hogy mindent tudok volna a szeretném nagyapja, aki tanítatta, ugye, tehát én tudok pár éve viszonylag mindenkiről minden. És Garbasovról is, meg a családról, meg mindenkiről. És azt mondja nekem egy komoly irodalmár, 20 éve, valamilyen íróvasó találkozó előtt, hogy úgy leérettségiznek a mai gyerekek, hogy Darvas Jóhannak még a nevét sem hallották. Tehát egyszerűen, ha van egy ilyen négy író, akkor felsorolnak négyet, ötöt, de mondjuk nem, tehát nem bontják ki. Tehát egyszerűen Borosánál lehet, hogy van külön uraltam, azért megemlékik legalább, de oda, hát hogy jutunk, hogy egyszerűen más az irodalmi élmény, anyag nyilván szaporodik is, nyilván Eszterházi Péterről is másokról sokkal többet, Nádas Péterről több, sokkal többet beszélünk, itt az általunk klasszikusnak tartott gondolatról. Persze, mondjuk 50 év alatt újra termelődik az irodalmi, és olyan emberek kerülnek homlok térbe, és követelnek magukat nyilvánosságot, meg kérésségítételnek, és hát, aki élnek még, aki nem él, az, azért nem harcol más így, hogy nagyon kevesen, hogy bekerül az életségítételt között. Tehát Vörös Pál, mint tanár, írai sorokon emlékezett még egy jobbsorsra érdemes, meghasonlott tanítványának káváriájára, személyiség hasadására, halálára. Remélem, hogy ezt jól gondoltam, hogy ezt mondtam. Gratulálok továbbá Ányi Pálnak a monológ című írásával, Belogai Antalnének a tőserdői kardot, Bondár Zsuzsannának a pillanatképek egy házasságból, Dimák Bélánének a keserédes, Dimák Bélának a bor kísérete, Német Jánosnak a születésnap, Német Jóértének a hallottad már, hogy fogok a írta, Német Idé Pozrán Erzsébetnek a mennyből az angyal, Surinya Antalnének a szerelme első váltására, Zilai Marosi Lászlónak köszönet a buktatásért, és az ötjén említett Rózainak is gratulálok. Egy-két megjegyzés, hogy az írás is egy szakma. Tehát nyilván én nem mennék neki állni egy kutyamolacsolót építeni, mert össze van esetleg. Tehát azért az írás is egy szakma, mert után kell érni, meg kell ismertetni az alapokat, és meg kell tanulni. Mielőtt leggépeljük, vagy leggépeltetjük írásainkat, mert ahol kivettem körül a fele ember, nem saját maga gépeli, tehát a pályázók fele, nem árt a helyesírás hívákat kinyomlani. Eléggé bosszantó, hogyha egy beadott pályamunkában nem érnek a helyesírás hibák. Tehát szóval látom, hogy a Békés megyei hírlap napi olvasó vagyok, mit tudom én, 2 óta, ott így beugranak, hát nem szólok senkinek, bár éppen írogattam a tegnap a halála a vidéket, mikor pont a egyik
szerkesztő szólt nekem egy már megjelenő cikkel kapcsolatban egy-két dolgot, kérdett tőle, hogy biztos legyen a dolgálatát. Szóval gyakorlatilag ott is évtizedekig írtam, így velem most más a dolog. Tehát gyakorlatilag bosszantó, hogyha helyzsírás hibákkal van teli. Én egyébként mindig alá szoktam húzni, hogy kijavítom. Tehát nézzük át még egyszer, és javítsuk inkább kézzel. Ez mondjuk a saját magunk értékítéletét is emeli, meg mondjuk a pályamunkát elbíráló, amit tehát ne lőttünk volna valamit, amit az unoka két diszkó között lehet, nyomott nekünk, ott összecsapta a gyerekben, mert abszolút nem érdekel, hogy mama mit akarta volna. Na, szóval a lényeg az, hogy nézzük át a bírásokat. Ez körülbelül egy van az Bájerban a szó. Hát figyeljünk az egyes számot, többes számba. Elindul egyes szám, után többes szám, tehát itt volt Kanadából a lányom, aki 25 év volt, én mondom, nézzük egy át, te dolgokat, csak megfigyelem a véleményet. Ő körülbelül kire támérett, de majdnem egyik jóla jött, hogy egyes szám, többes szám nem stimmel. Tehát egyszerűen erre figyelnünk kell egy íráson belül. Egy mondaton belül, ha ez nem indokolt, ha nem akarunk valamit külön megerősíteni, akkor vigyázzunk a szóismétlésükre. Tehát stilisztikailag figyeljünk arra, hogy ne legyen kétszer, hogy mit tudom, lesz, vagy mit tudom. Tehát egyrészt a lesz, hanem nem jó, hogyha belekerült bármilyen írásunkba. De van abban, aki később valamosan nem írtam ki, de kiírtam, én csak úgy gondoltam, hogy két oldalnál többet nem jól, mint tavaly, mert akkor túl sokat veszek, még aztán elragad a hívottam. Tehát szóval vigyázzunk ezek a dolgokra, használjuk teljesen a helyhatározatot. Rengeteg embernél. A hová kérdésre a bai beragott illeszik, a hol kérdésre a van is a beragott. Tehát ezt jegyezzük meg, tehát ez megnéztem szegnap, hetedik osztály is annyit. Na, jó, szóval nem sejti, tehát mindenki előtt tisztelet, becsület, végig hajlás, tisztelet, de nézzük meg ezeket a dolgokat, mert ez, ha írást adunk be, ha csak mi beszélgetünk a piacon, akkor elharaphatjuk a szavukat, nem jegyzik fel a kopatásait. Azt mondja, hogy gondolkozunk el a jelzőkben is, tehát ez is legyen vezére, hogy csak minőséget adjunk ki az ember a kezéből. Mielőtt a beküldött versek ismertetésére, elemzésére kérnék, itt szoktam beiktatni egy rövid blokkot, Kardos Kuti és a vásárlói puszta irodalmi hagyományára, mint ahogy a polgármester is említette azért, tehát egy komoly helyen vagyunk itt, tehát ez nem egy 950-ben épít, amik voltak, éltek emberek, stb. És volt kultúra, volt munka, volt hagyomány, tehát és voltak emberek, akik ezt le is írták, jó, ha itt vagyunk. A Körös-Magas Nemzeti Park és hozzáértő emberek a külön előadást érdemben ezt írtam, mert ez itt egy hatalmas dolog. Tehát ez nem kimondta a irodalom, inkább a szakirodalomhoz tartozik. Tehát az irodalomról szólva legalább tőmondatokban értesének a jelenlevők az egyszerű itt egy vásárhelyi pusztai, Kardos Kuti tanyavilág olyan kiváló embereiről, akik megörökítették hazánk itteni szövetének irodalmi néprajzi hagyományát. Az előző esztendőkben szóltam a 35-ös irodalmi találkozóról, ahol Móri Zsigmond, Féja Géza mellett igen sok népíró fordult írt meg. Benne van mindenféle könyvekben, nem akartam még húzni tovább a dolgokat, de nagyon sok a Szabókán bicikivel is kihatott rá, tehát ilyesmiket tudom. Említést tettem a helyi írókról, az itt tanító Simándi Béla, aki komoly irodalmában, Simándi Béla, a Devendrics lelkét Breyer Oszkárra, aki Bányai Oszkár néven írt egy könyvet, itt jelent meg. A költő Rózsa Imréről, akiről most kaptam egy második könyvet is, mert a Vihassarki Hagyományok című kötetben a múzeum is megjelentette a Bárdőző szerkesztését, de most a keresztlánya megírta a Rózsa Imrének egy élettörténetét Szentendrén, ő hozott nekem belőle, mert én mindenkinek kapcsolatban vagyok, és mellesleg azt hiszem, hogy sokkal több helyi könyvem van, mint mondjuk a könyvtárnak, a múzeumnak, mert én 50 éve mindent összegyűjtök, már megjelenik, és mindig a könyvek között voltam, ahogy bevezetőt említettem is. Tehát említettem Csizmadia Imrét, az önéletem, hogy Csizmadia Imrét, rengeteget tudnék róla beszélni, de csak a nevét mondom ki. Legutóbb pedig a kitűnő névről, hogy Szent Tiborra emlékeztem meg, aki így jönnék 32-es tanácsímű könyvét, vásárhelynél a Tibor rengetegszer
találkoztunk legutóbbi tavalyasszony győzségnek, és az úgy. Szemében a legmagasabb polcot foglalja a Görögyi Szellem életében Nagy Gyula, az orvosági Szántókovács János Mundan egykori igazgatója, néprajztudós, aki a vásárhelyi puszta hagyományos földműveléséről, állattenyésztéséről és a hagyományos parasztéletről tette egy ma már megismételhetetlen trilógiát a számunkra. Csak zárójelben mondom el, hogy november 11-én lesz Gyula bácsinak a, hát ugye meghalt végén, a 104. születésnapja, és a múltkor behívtak bennünket dr. Szabó Ferenc Rúzsa Zoltán Múzeumőr és engem, mint egy ilyen helytörténés csapatot, hogy kijött egy új utcanevek féle dolog, hogy változtassunk meg valamit. Én a későbbi polgármesterre 1989-90-ben 40 utcanevet átváltoztattunk, az jó volt, eddig senki nem háborodott föl, van benne négy, van benne négy, öt van utcanév, ami lehet, hogy egyes szélsőségesek által meg kell változtatni. Ne változtatunk semmit, én szóltam legelőször, mondtam, ne változtatunk semmit, a békét akarunk, van itt elég baj, de csak hogy egyet viszont javasoltam, hogy a Szántókovács János nevet utcát hagyjuk meg. Szántókovács János nevet a múzeum vegye fel a Nagy Gyulán, mert arról nem tett Szántókovács János, hogy hátrányos végzett és publikus volt, és mondjuk a munkás mozgalom kiemelkedő alapja, de hogy múzeumban soha nem járt, sőt, még kockáztattam, hogy szerintem nem is tudott a múzeumok létezéséről, mert ő más kör van. Tehát nem olyanról nevezünk el múzeumot, megnéztem 50 múzeumot, vagy jeles művészről, akinek kötődése van a településről, vagy múzeum alapítóról vannak múzeumok elnevezve. Tehát ezt nagyon a múzeumra szeretnénk most folyamatos a munkákat változtatni. Tehát Gyula bácsa, de ennek a környéknek a legnagyobb ember volt, tehát erre az országi múzeumban ezt elnevezve. Most két-három mondat van, tehát egy új emberről szólok, az ornitológus természetfőzős Terbes Kismáról, aki 24-es született vaccinálisan és 88-es korában halt meg Szőt Ligeten kutatásának egy részét itt a Vásárhelyi pusztán végezte, 25 könyvben 700 tudományos és ismeretterjesztő cikke látott napvilágot. Legalább tucatnyi szakfolyóiratban és könyvben állított emléket ennek a pályának. Nevét megjegyezve emlékezünk, tehát a Terbes István, én nekem megadott még, hogy személyesen ismeretem, sőt a feleségét, Telepi Katalint is, nem részletedem a dolgokat, de sőt a Terbes István anyját, Székány Mária 101 évért zárója bezárva, tehát ismerem az egész Székány családot, tehát a Terbes István egy kitűnő ember volt, jó, ha hát tudják a helyet, de akik nem helyet megállt, ha nevével találkoznak, akkor tudják, hogy ez itt, Gyula bácsival is engedtek játszani saját maga is. A versekről szól. Elsősorban a versek egészének témáját, üzenetét, hatását figyeltem. Milyen hatása van rá, milyen érzelmeket vált ki? Figyeltem a mondattípusokra, a műfaji sajátosságokra, a nyelvi kifejező eszközökre, a formára, a verszakok és a verszak hosszára, szabályosságára, a ritmusra, a költő képekre, hasonlatokra, a metaforára, szimbólumokra. Figyeltem a zenei eszközökre, rímek, alliterációk, hangutánzó szavak, és az időbeliségre is, amit már említettem a Kózánál is, a múlt és jelen időben, jelen időre, itt többször voltak döccenők szintén a versek is. Tehát, mint említettem, 43 pályázat, 199 rövidet vagy hosszabb versét juttatta el hozzánk. Szintén nem tudok minden pályázatról szólni. Kérem, nem tudom már mennyire beszélni, 30 percet mondtam be. Amit leírtam el, azt mondja, először a Sarkot kerti Sámel Máriát, ez a Sámel Sámel, vagy Sámel, mert volt egyszer egy osztálytársam, és oda jött egy bibliográf, akadémiai doktor, osztályfőnökünk, nagy barátom majd napig, és egy Gelesel Jóska, egy egyszerű Gelesel Jóska osztálytársam, felolvasta a névről, a Gelézzel, mondja, mindig röhögött egy nagy, tehát nem akarod nézni, hogy mindenki röhögjenek, hogy mindenki tudja, hogy Sámel Mária, Sámel, Sámer Mária, tehát gyakorlatilag régi pályáról, most itt 10 verset küldött be, tavasz gondolat a című verséből idézek.
utazni, sétálni, erdőket bejárni, útmenti virágot ámulva csodálni, sebeszkél hátán lovagolni, forrás vizével szomjadat oltani, meleg napsugarában fürdőzni, éj sötétjével együtt levetkőzni. Tehát írt a többekben, hogy sokat érzélek. A másodjára jelentkező debreceni dr. Csikai Erzsébet 5 verset küldött, igen, kérdeti című versenek utolsó verszakát idézem. Én is fogom kérni a segítséget a forró drótonát, mert aki mondaná, mit kell tennem, nincs már édesanyám. Most már tudom, a lelkitársam, a drága jó atyám, eddig is ő vigyázott rám, csak közvetítő volt édesanyám. Tehát ez írta között. Tartja tavaly jó formáját, újabb 10 változatos verset örvendeztetett úgy bennünket, valamelyik 32 verszakos mindent végigolvastam. A Karom fogta már című verséből hallgasson egy kicsit részletet. Karom fogta már az ősz a lobogó nyarat, még egy ölelésre kérte a szomorú napsugarat. Virágos kertek mosolyukat veszik, színes ruháikat barnára festik. Rózsák rongyszírmaink szelekkel szállnak, és keringők után a földön tanyáznak. Tehát ez is szép. Ingen baráti Honka Ágnesről eddig tudtuk azt, hogy gyakran kiállító festő, most komoly előrelépést tapasztalatunk költészetében is. Versei közül az Itt a farsán címűből olvasok fel. Jégcsapok tetején csillogalnak szeme. Elengedi a kereszeket, a tél hideg keze. Csermelyek indulnak, a jég nem szab neki gátat, s a vizek már nem csak az átfogban tanyáznak. Tehát nagyon kérdezik. A gyári Karácsai Lászlóné, aki szintén most nem tudom, nincs és nincs. Mert úgy néztem, mert úgy nagyjából ismerem az embereket, tehát sok ilyen ember van. De őt nem láttam. Tehát ő ismét kitett magáért, új versenyekkel küldött be egy csoporra való. A Valaki elment címűből idézett két rövid verset. Valaki elment egy téli éjszakán, sötét virág nyílott, fáradt lábnyomán. Kialudt a fény, megszakadt egy álom, a hajnali didergett, a jéghideg ágyon. Szintén állandó pályázom, a többen álló kötetet jegyze Torosházi Dávid László, nem tudom, aki bátyámat se láttam. Remélem, hogy nem. Beteg? Beteg? Orvosztó. Ezúttal az egyszer a Lehetnék című versének egy részletében ismertetem meg a jelenlétüket. Ha Hegyker úr lehetnék, egyszer elkeltálnám a kellő napot. Csendet innék csendű pohárból, s lesöpörnék minden csillagot. Ha Hegyker úr lehetnék, egyszer befognám az alkony rőt haját, talicskával tolnám a mámot, és innám a boldogság borát. Sajnálom, hogy nincs itt, innen kívánunk javlát nekik. És először a Google-on ez a beszéd, akkor majd onnan meg tudja a fia, amit mondja nekik. Színvonalasnak ítéltem meg Antal György Póte Zenet című versét Budai István sors örvényben, Csékai Szelegrán György 81. születésnapomra, most mondtam 84 éves. Gratulálom! Tisztán Katalin Mese Erdő, Fazekas Géza, dr. Fodor Lajosnak, ez egy hematológus, tegnap előtt voltam, láttam bemenni egy Fodor Lajos széktárban egy embert, nem az olyan, akiről Fazekas Géza megemlékezett a verben, de nem mentem arra hozzá. Gyobaj Jánosné Békesszigete, Horváth Jánosné Törökspart, Hunyadvár István rezidens, Laduber Lászlóné Csodás, Madarász Mária születésnapodra, Máté Lajos haiku, tehát most elég divatba jönnek ezek a japán versformák, tehát több helyen írnak, sőt van egy barátom, hogy adott nekem egy ilyen
kötetét, vagy panik után tűnik írt 99 panikút. Tehát Máté Gajosan a hajtú, Német Árpád még egy mai szív, Rákóczi Rudolf Géza, aki szintén régi pályázó, Husvéd Idil, Rehám Sándor, még öregek tavasza, Vaskó Ági, Nézd a kertem című, hát szentély szerzőkről, szentély című verseiről szóltam még gratulásképpen. Minden évben elmondom, de most talán még kapványozottabban igaz, hogy nem volt könnyű helyzetben a jűri, tehát segített az igaz is. Itt azért mondom ezt csak, hogy ennél legyen felelősség között. Hogy tömegével értéztek be jó, értékelhető és hasonló színvonalú munkák. Ugye idén hasonló kerettel, azért több díjakat nem nagyon tudtunk adni, bár itt ott kiegészítettük még. Több pályázatot tudjunk jutalmazni, egy embernek csak egy felelést, hogy külön díjat tudtunk adni. A 64 főből 14 küldött be verset és prózát is. Így tehát őket is csak a 14-et ugye valahol díjaztuk, aki mind a két helyre küldött. A vers és próza kategóriában két első, két második, két harmadik fejezést adtunk ki. A vers kategóriánál sikerült ilyen-olyan trükkökkel, nagy számáról tekintettel 15 külön díjat összeszedegetni, és a tavalyi 10 helyet, ennek kívül 16 főkkal részvételért emlékadott. A próza kategóriában szintén két első, két második és két harmadik helyet adtunk ki, plusz 10 fő kap külön díjat, ugyanakkor 12 fő emléklap kiadásban részesül. Nem mentegető az éve, annak ellenére, hogy három napja állandóan a kedvenc ügyében vannak a pályamunkák. Mindegyiket kétszer felolvastam, jegyzeteltem, kihúztam, betolódtam, különféle értékeléseket írtam, külön szobát elfoglaltam, és egy asztalat is külön elfoglaltam ennek a munkának, de nagyon nehéz volt a döntés. Szabad időben nézegettem a kazanyi vizes világbajnokságot, a pekingi kínai atlétikai világbajnokságot, a milánói kajakkenu világbajnokságot, nagyon figyelek azért mindenre, nem csak az orosmai homonai utcára, aki második lett a kajakkenuba, a milánói világot, tudom ezeket mindenki, mit tudom, de láthattuk például ezt a Usain Boltot. Tehát egy századdal tudod győzni, tehát azért, hogy figyeljeket, az iszlatot szoros meg, és eszembe jutott, hogy én is milyen nehéz helyzetre vagyok, tehát van egy digitális óra, ami könnyen beszél, aztán nem jut, még mondja, hogy kigyőzött el, kihozta a óra, hogy más kigyőzött. Már én is valahogy így voltam, hogy néztem ezeket a világbajnokságot, hogy igen sok helyen század másodpercig döntöttek a első, második, harmadik helyre. A legmodernebb órák pedig tudják ezt mérni. Jó magam sem vagyok biztos, hogy benne vagyok, hogy mit hűrni el, hogy kell, jól láttam, hogy a Bertolt, vagy másik javára kellett volna döntenem. Tehát minden munkám ellenére kétségek között vagyok. Azoktól az idén nem kapta helyzés, elnézést kérek, hogy bíztatom őket, kívánom, adjanak továbbra is tartalmat mindennapjaiknak, dolgozzanak tehetségükkel, szorgalmukkal, okozzanak további szellemi örömet olvasóiknak. Mindnyájuknak ismételten gratulálok, egészséget, és további színvonalas alkotó munkát kívánok. Köszönöm a figyelmet! Kérem szépen, kedves Oszkár, hogy ne menjen messzire, mert következik a díjak átadása, mert mi zsűri elnökének illene készfogásra itt lenni, úgy gondolom, meg kollégát is kérem szépen, hogy fáradjon ki átadni a díjakat. Borbola Jánosné egy van.
Emléklapot kap eredményes Antal Győr.
Vaskó Ági.
Most következnek a díjazottak, tehát mindentől kezdve a Bezs kategóriában dobogósak. Harmadik helyezést ért el dr. Csikai Erzsébet. A helyezetteknek felolvassuk a műveiből egy részletet, hogy ők is ismerkedjenek meg vele, hogy miért is ő kapta a harmadik díjat. Két kolléganőm segíthetem, Gyalai Edina és Radics Vivien. Tehát következik dr. Csikai Erzsébet egyik verséből. Dr. Csikai Erzsébetnek születés, halála, örökölködés. Mikor megszületni, nem tudom, mi már sikeres élet, kóparadogás, vagy gyomorsan erős. Mondják meg, van így a sorsunk, de ezzel feleslegesen nem. Szabad akaratban rendelkezel, tedd mindig, amit tedd. Irányod az életedet, keresd mindennek a szép oldalát. Minél hamarabb meg tudod születésed okát, annál jobban végzel a rád bízott harmadik helyezést ért el, Sámmel Mária. Csodát tenni, hideg téli napokon takarót venni. Szülinapodon boldogan köszönteni. A varázs. A parázs égeti ajka, a csúfej újra újból fakad. Ami elmúlt, volt virágzó tavasz, a hatalom az erő nagy. Karok hív és átölel. Veled szeretnék lenni. Amikor a percek elnehezülnek, amikor az órák napokká nőnek, amikor a hetek hónapokat gyötörnek, amikor betegség gyötri tested, amikor kétségek lesznek körül, amikor testvérek szíve megenyül, amikor gondolatot szállítok. Veled szeretnék lenni. Gondolatom, hadd legyen veled. Lesz kategóriában második helyezést ért el Barátné Hóka Ágnes. A díjat felajánlotta Varga Pál képviselő úr. Ki volt a ruha mögött, azt nem látta senki. Hazafi, vagy csak egy fiú, ki férfi akar lenni. Álcaháló szöges dolg volt körbe a díszlet, mikor időnként a tárcsőben belenézett. Hogy mi járt a fejében, senki sem tudhatta. Arca keménységét a parasztó oldotta. Őrségváltás idején mindig tudta, nem hiába került vállára a puska. Ő volt katona, nem tehetett máshol. Úgy vitte a hazát, mint akkor senki más. Szintén második helyezett lett Zvolenszky Andrásné.
másné óceánparton. Csodálom a végtelen óceán kecses báját, parti köveken lehetett szép, erotikus táncát. Felkacsint az égboltra, mint egy gyűrűs látka, lassan visszahúzódik a bőlegény karjába. Majd előre tör ismét habfodrus fűzőjében, megül egy partra, a homokpart tömegében. Napsugár, mint csillogó szájtény formás ajkakon, ragyog is tükröződik a harapós habokon. A tarajos hullámok estére elcsitulnak. Érkező szürkületre gyengén elmesélnek. Álmosan, akár nyálas gyermek az anyaölében, úgy pihennek éjszaka a kavicsos medelben. A sötétségparás gyelnyeli az árnyakat, ma emlékül kaptam a boldogság szárnyakat. Vers kategóriában a két első helyezettünk, mint hallottuk, Nincsi, Dávid László és Karácsony Lászlóné, de az ő műveikből is hallgassuk meg a részletet, jó? Tehát első helyezést érte, megosztva, mint az előbb, Karácsony Lászlóné. Karácsony Lászlóné a Dunánál. Hallgatom a Duna szelíd locsanását, gyönyörű gácsér, apró moccanását. Partmenti kőnek megdobbanó szívét, rásimuló génfűz lecsöngő levelét. Pajkos fény villan a hullámok hátán, sziklákat fröccsen a csónak fegyke orrán. Hófehér sirály víjog a magasban, pillantása pásztáz a talajos habokban. Őszi szél a kincsét lába mellé szólja, a kurcos fák levelét szilombássá fonja. Keserédes illatül a fűhegyére, s apró csúkot lehel ajkam szegletére. Szintén első helyezést ért el Dávid László. Talicskával tolnám a mámort, és unnám a boldogság korát. Ha hegykerül lehetnék egyszer, kiírtanék minden árnyékot. Fénysugárra rúgnám mindenütt a szárított felsőt ebbeszkon. Ha hegykerül lehetnék egyszer, csengőt kötnék a szélnyakára, hogy boldogságtól járnom táncot, csengető táncot minden faága. Ha hegykerül megzörgetném az idő csontját, s kasztálám a cserésokra, mosolyogni lévő rufpadonját. Ha hegyfeúr lehetnék egyszer, lesándítanám a gyors időt, s rózsaszíromban hintenében idefelé útján a jövőt. Ha hegyfeúr lehetnék egyszer, kardokhoz kötözném az álmomat, s hagynám, hogy szívemen keresztül szálljon égbe fel az áhítra. S karoma széttárba feszülnék, helyettem kerekkel, mint ember, s tudnám, hogy fogjam az idő is, ha hegyken úr lehetnék egyszer. Gratulálom neki! Következik a próza kategória. Emléklapot és plakettet kapnak a következők. Áldás Sándor. Nincsen. Vese József. Csányiné Szaszkó Klára. Fabini Gáborné. Fekete Ilona.
Gulyás Sándorné. Huszár Endre. Menegámi Csóti Ágnes. Nagy Istvánné. Szabó Piroska. Vicián Pálné. Zelenyánszki András. Sötét virág nyílott, fáradt lábnyomán. Kialudt a fény, megszakadt egy álom, a hajnali hidergett, a jégkideg ágya. Szintén állandó pályázón a többen álló kötetet jegyzett Orosházi Dávid László, nem tudom, aki bárgyának se láttam, remélem, hogy nem beteg. Beteg? Ezúttal az egyszer a Lehetnék című versének egy részletében ismertetem meg a jelenlévőket. Ha Hegyker úr lehetnék, egyszer elkeltárnám a kellő napot. Csendet innék csendű pohárból, s lesöpörnék minden csillagot. Ha Hegyker úr lehetnék, egyszer befognám az alkony rőt haját, talicskával tolnám a mámot, és innám a boldogság borát. Sajnálom, hogy nincs itt, innen kívánunk javlát nekik. És először a Google-on ez a beszéd, akkor majd mondanám meg tudja a fiam, hogy mondja nekik. Színvonalasnak ítéltem meg Antal György Póte Zene című versét Budai István Sors örvényben, Csékai Szelegrán György 81. születésnapomra, most mondtam 84 éves. Gratulálom! Tisztán Katalin Mese Erdő, Fazekas Géza, Dr. Fodor Lajosnak, ez egy hematológép, tegnap előtt voltam, láttam bemenni egy Fodor Lajos cégtárban egy embert, nem az olyan, akiről Fazekas Géza megemlékezett a verzen, de nem értem oda hozzá, hát nem is tudja, megyetetéshez. Gyokai János négy Békesszigete,
Horváth Jánosné Törös Part, Hunyadvár István rezidens, Laduer Lászlóné Csodás, Madarász Mária születésnapodra, Máté Lajos haiku, tehát most elég divatba jönnek ezek a japán versformák, tehát több helyen írnak, sőt van egy barátom, hogy adott nekem egy ilyen köteset, vagy haiku, tehát ő is írt 99 haikut. Tehát Máté Lajosnak a haiku, Németh Árpád B. egy mai szív, Rákóczi Rudolf Géz, aki szintén régi pályázó, Husvét Idil, Rehám Sándor B. öregek tavasza, Vaskó Ági, Nézd a kertem című, hát szentély szerzőtől, szentély című verseiről szóltam még gratulásképpen. Minden évben elmondom, de most talán még kapványozott abban igaz, hogy nem volt könnyű egyetlen a jűri, tehát segített az volt is. Itt azért mondom ezt csak, hogy ne legyen felelősség hogy tömegével érkeztek be jó, értékelhető és hasonló színvonalú munkák, hogy az idén hasonló kerettel, azért több díjakat nem nagyon tudtunk adni, bár itt ott kiegészítettük még, több pályázatot tudjunk jutalmazni, egy embernek csak egy helyezést, hogy külön díjat tudtunk adni. A 64 főből 14 küldött be verset és prózát itt, így a, tehát őket is csak a 14-et ugye valahol díjaztuk, tehát aki mind a két helyet küldött. A vers és próza kategóriában két első, két második, két harmadik helyezést adtunk ki. A vers kategóriánál sikerült ilyen-olyan trükkökkel, nagy számáról tekintettel 15 külön díjat összeszedegetni, és a tavalyi 10 helyet, ennek kívül 16 főkat részvételért emlékadott. A próza kategóriában szintén két első, két második és két harmadik helyet adtunk ki, plusz 10 fő kap külön díjat, ugyanakkor 12 fő emléklap kiadásban részesül. Nem mentegető az éve, annak ellenére, hogy három napja állandóan a kedvenc ügyében vannak a pályamunkák. Mindegyiket kétszer felolvastam, jegyzeteltem, kihúztam, betolódottam, különféle értékeléseket írtam, külön szobát elfoglaltam, és egy asztalat is külön elfoglaltam ennek a munkának, de nagyon nehéz volt a döntés. Szabad időben nézegettem a kazanyi vizes világbajnokságot, a pekingi kínai atlétikai világbajnokságot, a milánói kajakkenu világbajnokságot, nagyon figyelek az én mindenre, nem csak az orosmai homonai utcára, aki második lett a kajakkenuba, a milánói világot, tudom ezeket mindenki, mit tudom, de láthattuk például ezt a Usain Boltot. Tehát egy századdal tudod győzni, tehát azért, hogy figyeljük ezeket az iszonyatos szoros vett, és eszembe jutott, hogy én is milyen nehéz helyzetben vagyok, tehát ott van egy digitális óra, ami könnyebb beszél, aztán nem jut, még hogy az kigyőzőben kihozta a óra, hogy már így győzni. Hát én is valahogy így voltam, hogy néztem ezeket a világbajnokságot, hogy igen sok helyen század másodpercig döntöttek a első, második, harmadik helyről. A legmodernebb órák pedig tudják ezt mérni. Jó magam sem vagyok biztos, hogy benne vagyok, mint hűvel, de jól láttam, hogy a Bertolt, vagy másik javára kellett volna döntenem. Tehát minden munkám ellenére kétségek között vagyok. Azokkal az idén nem kaptak helyezést, elnézést kérek, így bíztatom őket, kívánom, adjanak továbbra is tartalmat mindennapjaiknak, dolgozzanak tehetségükkel, szorgalmukkal, okozzanak további szellemi örömet olvasóiknak. Mindnyájuknak ismételten gratulálok, egészséget, és további színvonalas alkotó munkát kívánok. Köszönöm a figyelmet! Kérem szépen, kedves Oszkárt, hogy ne menjen messzire, mert következik a díjak átadása, mert mi zsűri elnökének illene készfogásra itt lenni, úgy gondolom. Meg Golygát is kérem szépen, hogy fáradjon ki átadni a díjakat. Tehát
vers kategóriában kezdjük. Vers kategóriában eredményes munkájáért emléklapot kap Borbola János még. Kérlek Köszönöm.
kategóriában. Külön díjat érdemel. Köszönöm.
Felajánlotta Varga Pál képviselő úr.
vastagos út vezetett a dombokon át. A végén börtön, s benne láttam a katonát. Megkapott Bódé, sohasem állt üresen. Fegyverrel a vállán, zöld ruhás tegyenem. Nevesen volt annak, ki őrködött és védett, kinek csak szívében mászolhatott az évek. Ki volt a ruha mögött, azt nem látta senki. Hazafi, vagy csak egy fiú, ki férfi akar lenni. Álcaháló szöges drót volt körbe a díszlet, mikor időnként a tárcsőben belenézett. Hogy mi járt a fejében, senki sem tudhatta. Arca keménységét a parasztó oldalúra. Őrségváltás idején mindig tudta, nem hiába került vállára a puska. Ő volt katona, nem tehetett másról. Úgy védte a hazát, mint akkor senki más. Szintén második helyezett lett Zvolenszky Andrásné. Csodálom a végtelen óceán kincses báját, parti köveken lehet egy szép, erotikus táncát. Felkacsint az égboltra, mint egy gyűrűs mátka, lassan visszahúzódik a bőlegény karjába. Majd előre tör ismét haprodrus vízőjében, megül egy partra a homokpart tömegében. Napsugár, mint csillogó szájként formás alkakon, ragyog is tükröződik a harapós habokon. A talajos hullámok estére elcsitulnak. Érkező szürkületbe gyengéden besényülnek. Álmosan. Akár nyálas gyermek az anyaölében, úgy pihennek éjszaka a kavicsos medelben. A sötétségparás elnyeli az árnyakat, ma emlékül kaptam a boldogság szárnyakat. Veszkategóriában a két első helyezettünk, mint hallottuk, nincs itt, Dávid László és Karácsony Lászlóné, de az ő műveikből is hallgassuk meg a részletet, jó? Tehát első helyezést érte, megosztva, mint az előbb, Karácsony Lászlóné. Karácsony Lászlóné a Dunánál. Hallgatom a Duna szelíd lapcsanását, gyönyörű gácsér apró moccanását. Partmenti kőnek megdobbanó szívét, rásimuló fényfűz lecsöngő levelét. Pajkos fény gillan a hullámok hátán, sziklákat fröccsent a csónak hegyke orrán. Hófehér sirály víjog a magasban, pillantása pásztáz a talajos habokban. Őszi szél a kincsét lába mellé szólja, a kurcus fák levelét szilombássá fonja. Keserédes illatül a fűhegyére, s apró csúkot lehel ajkam szegletére. Szintén első helyezést ért el Dávid László. Talicskával tolnám a mámor, és unnám a boldogság korát. Ha hegykerül lehetnék egyszer, kiírtanék minden árnyékot. Fénysugárra rúgnám mindenütt a szárított sok ebben. Ha hegykerül lehetnék egyszer, csengőt kötnék a szélnyakára, hogy boldogságtól járnod táncot, csengető táncot, minden faákat. Ha hegykerül megzörgetném az idő csontját, s kasztálám a cserésőre, mosolyogni épülő öfkarnonját. Ha hegyre úr lehetnék egyszer, lesándítanám a gyors időt, s
s rózsaszirommal hinten éppen idefelé útján a jövőt. Ha hegyke úr lehetnék egyszer, kardokhoz kötözném az álmomat, s hagynám, hogy szívemen keresztül szálljon égve fel az áhítat. S karomat széttárva feszülnék, helyette keresztel, mint ember, s tudnám, hogy fogjam az idő is, ha hegyke úr lehetnék egyszer. Következik a póza kategória. Emléklapot és plakettet kapnak a következők. Áldás Sándor. Nincsen. Dese József. Csányiné Szaszkó Klára. Fabinyi Gáborné. Fekete Ilona. Csúti Ágnes. Nagy Istvánné. Szabó Piroska. Vicián Pálné. Belovai Antalné.
Bondár Zsuzsanna. Dimák Béla. Thank you.
Sántán és Kurazi Mária vendégem az örökség. Figyelme kérünk! Hoppá! Nem. Senki hoppá! A rikordó hajtó kiútva ott el a kiszöveltő maga az örökség. Gyere be! Voltam! Sántáné, Kuruci Mária. Vendégem az öregség. Kopogtam. Nem, de kopogtam. A Nikolkó ajtót kinyitva hotel küszöbön maga az öregség. Gyere be, mondtam. Kopogós botját a sarokra támasztotta, szusszant egyet, aztán nehézkesen leült az egyik kényelmes fotelbe. Csak hogy megérkeztél, nagyon-nagyon vártalak. Minden csináljalak, csak helyet. Nem iszom, nem dohányzom, édességet, zsíros ételeket nem eszem. Ja? Egy pohár vizet, ha kérhetek. Lehetőleg nekróros csak vizet, vagy szennyes ásványvizet. Akkor mit adhatok? Ha van, add a víz. Én azt iszom. Az az egészséges. Meddig maradsz? Faggatom. Az tőled függ. Mostantól minden nap melletted leszek. Vigyázzok rád, ne legyél meggondolatlan, óvatlan. Azért folytathatom eddig életem. Persze. De ha olyat teszel, ami nem jó, én jelzek. Ezt megbeszéltük, de másnap már vitába is kezdtünk. Mi a baj? Kérdeztem. Rosszul indult a napod, este később feküdtél le. Volt egy 104 éves japán asszony, aki azért él olyan sokáig, mert minden nap 8 órát tanult. De én nem bírok éjjel aludni. Láttam. Olvastál és írtál, írtál és olvastál, meg rejtényt fejtettél. Aztán, amikor végre elámosodtál, megint eszedbe jutott valami, és megint felkapcsoltad a villany. Magad kapcsoltad ki. Jó, majd megpróbálom. Teltek a napok, hozzapottak az éjszakák, az öregség meg itt volt velem. Minden nap, minden éjjel, intett és figyelmeztetett, mindenbe beleszólt. Állj fel a számítógépmáról, menj levegőre, nézd milyen szépen süt a nap. Hallom? A madarakon tanulnak. Szintén harmadik helyezést ért el Dohányosné Gulyás Zsuzsanna. Gulyás Zsuzsanna, két meleg kávé. Egy falusi hétköznapi történet részletek. Ősz volt. Már felgyulladtak az utcai világítás fényei, hamar sötétedett. Ide-oda ciklázott biciklén a vékony testű lengén öltözött, már őszülő kerekes Pali. Elmúlt már 40 éves. Naposan becsíkett az egész napi munka után, meg a kocsmázás után, és sietett haza, mert arra gondolt. Most megint alaposra lehord az asszony, két előjött. Mivel fűtötte az alkohol, az egész közelgő perpatvart nem vette komolyan. Reggel Pali frissan borotválkozva, tiszta ruhával kávéval keltette Evitet. Az apró konyhában az egész ház megtelt a frissen főzött kávé illatával. Edith kitágult szemeivel gyanakodva figyelte élete pályát. Szürke haja még kócos volt. Na mi van, kiskomám, bűntudatunk van? Ma te lettél a presszósnál? Mitől vagy ilyen fürge marinkel? De azért a felé nyújtott bögre után nyújt, bele-bele kortyolt a meleg kávéba. Ezt azért kaptad, szólt Pali, mert tegnap rosszul is tettem, és nem bírom, ha haragszol rám. Tudod, hogy szeretlek? Edith sokszor humorral igyekezett feledni, és feledtetni a nehézségeket. Azon volt, hogy a gyerekek ne nagyon vegyenek ezekből észre semmit. Edith tudta, Pali nem tud élni. Ha megkóstolja, vége. Lesz-e valahogy sem vége? Nem bízott már túlságosan benne. A gyerekeket elvitték ahová kellett, a kicsiket a mamához, majd kikiment a maga dolgára. Hazakerekezett, kipakolt, és sietett is masszámba. Már két hete cirkont vágott, fejelt a közbeeső szabadidőben. Kellett a pénz. A nap sütött, a cirofor csípett és égett Edith bőrét, de nem tehetett mást, tűrte. Kell a napszám.
Vége lesz ennek egyszer valamikor? Törte a fejét munka közben. Valahogy nem látta a végét ennek az állandó bókus keréknek. Vidám természete, csak azt tudta a sötét gondolatait elsegedni tőle. Bízott a jövőben, maga se tudta miért. Második helyezést ért el dr. Bálintné Ágoston iroda. Az ő díját felajánlotta a Szemenyei Sándor gazdálkodó, ő itt van a főnökben, kérem, hogy adja át a tanulmányt. Így mindenki félt az orosz katonák kegyetlenkedéseitől. A rablások, erőszakoskodások, öldöklése, nők meggyalázása állandó rettegésben tartotta a falvakat és a tanyaviházban élőket. A családokból hiányoztak a fiatal, életerős férfiak. Többnyire a fronton voltak, csak az idősek és a tizenévesek voltak otthon és a lányok, asszonyok. Náluk így is volt ez. Édesapám és nagybátyám több mint fél éve teljesítettek katonai szolgálatot. Keresztanyám férje már elesett a Don melletti harcokban. Így a férfi nemet két személy képviselte a tanyában. Nagyapám, aki elmúlt 60 éves, így még nem kapta meg katonai behívót, de később az öreg után században mégis bevonult. Örökbe fogadott fia, Imre pedig még nem volt katona köteles. Az asszonyok között nagyanyám az 50 évével már idős asszonynak számított. Sötét ruhával járt, fejét is többnyire fekete kendővel kötötte be, hogy még korosabbnak látszott. Édesanyámmal együtt én is a szülői ház védelmével reménykedtünk. Valamint keresztanyám is, tehát hatan éltünk a tanyában. Iválék látogatását sajnos nem sikerült elkerülnünk. Egy napon déltájban berobogott az udvarunkba egy sárga hintó elé fogott lovakkal két orosz katona. Előzőleg már bőségesen fogyaszthattak vodkát vagy pálinkát, mert hangosan kiabáltak és nagyokat nevettek. A lovak szája habzott, agyonűzték őket, valamelyik tanyából raboltatták el. Nagyapám épp a disznók etetővájúvá öntötte a kukoricadarás moslékot, nagyanyám a konyhában főzött. Az egyik katona mindjárt a disznóborhoz ment. Oroszul beszélt nagyapámhoz, amit ő természetesen nem érte. Barátságosan még kezet is nyújtott neki, de a katona félretolta a géppuska csövével, viszont elbökte. És ki akarta vinni az úr ajtaját? Nagyapám rosszat sejtett, hogy nyilván el akarja vinni a már jó 150 kilós ízonkat, amit tél elején akartunk levágni. Megfogta a katona karját, és erélyesen elkezdte húzni az oltól. Rá is törvett jó hangosan, hogy el ne vitt a hízómat az anyád istenét. Valószínűleg a katona sem értett magyarul, de érezte az ellenszegülést. Amire roppant haragra gerjedt, és nagyot taszított nagyapámon, aki nem volt ilyen erős ember, és tovább fenyegetőzött. Majd szólok az oficéreknek, majd ellátja a bajotokat, kiabálta. Ugyanis azt hallotta, hogy a fosztogatást tiltva van. No, ettől Iván sem ijedt meg,
De várj, de várj! Lötöste tovább nagyapámat a géppisztoly csövével. Egészen a szalmak az alig. Étolják, officér! Utogatott magára, és minden két méterről nagyapámra fogta a fegyverét. Szintén második díjatka, Barta Larosné. Barta Lajosné a varázssapka. Részlet. Hol volt, hol nem volt, az operáciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtaforgó malacka túl, egy erdő melletti falucska tanyája, szép kertes házikóval lakott egy nagyon idős bácsi, aki tud hívta, hogy Pali bácsi. Olyan öreg volt, hogy maga sem tudta hány éves. Még szerencse, hogy a templomban minden újszülött gyermeket légyegyzékbe vettek ős idők óta, mert a papok mindig bűvelt emberek voltak. Tudtak írni, olvasni. Itt terült fény arra, hogy a kedves kisöreg éppen ebben az esztendőben tölti be a 100. születésnapját. Ezen a reggelen a nap korán kelt. Bevilágította a falut, a mezőket és az erdőterű csalukat vonzott lakókat. De itt tett a fákon ugráló mókusokkal és az énekes madarakkal is, akik különleges hangversennyel köszöntötték a reggeli harmatot, a tiszta kékeket és az aranysárga napsugarakat csicsertők csinkálva. Jó kedvre derítettek mindenkit, aki csak meghallotta őket. Nem véletlenül szeretett itt élni Pali bácsi. Kedves ismerősként köszöntötte az erdő lakóit, mindegyikhez volt egy-két kedves szava. Jó reggelt, Mókus úrfi, jól aludtál? Szervusz, tapsifilás reggeliztél már? És te csodás pillangó, milyen híreket hoztál? Mint említettem, a falubeli emberek jól ismerték Pali bácsi, s mivel tudták, hogy 100. születésnapja lesz, ezért elhatározták, hogy nagyon különleges meglepetéssel kedveskednek neki. Úgy döntöttek, hogy készítettek számára egy sapkát. De nem a közönségeset, amit minden boltban vagy piacon árusítanak. Ez a sapka csodálatos tulajdonságokkal lesz felruházva. Kívánságokat fog teljesíteni. De csak akkor, ha zárdobazba tárolják. Nem úgy bepiszkolódjon, és ami a legfontosabb, csak is akkor szabad használni, ha valóban nincs más megoldás a problémára. Ha ezek közül akár egy is hiányzik, nem fog működni a varázssapka. A vélet tanács, amelyet tagja volt a va, a süket és a néma, üszült és megtárgyalták, hogyan is lássanak a rendkívüli feladathoz. Megtervezték, hogyan lehet varázsolival ellátni a sapkát, hogyan választják ki a legügyesebb embereket a megvalósításhoz. Közben Ákos Tomival kibontott a szemegyei ajándékát, úgyhogy megnyitottam. Thank you.
elcsúdításáról. Nekünk a nagyapám italos hópotja miatt fájt a fejünk a piszkos módon, onnan hozzak. Talpókat úgy hasigatta a kén, mintha kőbatával szabta volna fazonra, vagy egy jóvágású ember, de furtó fesz. Nagymamók ilyenkor úgy látta el a hajunkat, hogy nyers krumplit reszült le, azt jól megsózta, mikor nevetelkedett, de nem a nagyanyán, hanem a krumplit. Rátötötte a homlokunkra. Egy amik használt perek a segödelmével, a jó voltó, egy legúttól az is oda vigyeztett a kötéshez. Így az indiános tifúr, hamar rögfeledkeztünk az állató főfájásunktól. Ám a magunknak tényleg ígul állató olyan fárt a feje, mert nem volt se krumpli, se lekaló, amiben mást is tudott volna főzni. Így az ő fejére csak szárassá jutott, aminek semmi haszna nem volt. De legalább jól látta ki. Míg nekünk a főfájásunk aznapos volt, addig nagyapám meg másnapos maradt. Ezt a baját úgy orvosolta, hogy a saját fölébe helyezte a főfedőjét. Hozz, azt sem mondta, akfigy, kalaposul belevágott a rejtőmes éjszakába. Elmönt a négy csecsű kocsmába, ahol aztán a tumány füstös bűzbarra húzatja, úgy kicsapta a fejébe a másnaposságot, hogy ott a helyszínen rögves, aznapos lőtt. Szintén első helyezést ért el Vörös Pál. Amazónia részletek. Tudom, hogy amit elmesélek, alig hihető, de teszek egy kísérletet, hát ha az enyémhez hasonló izgalomba hozom az olvasót, mert még ma is belekábolok, ha egy szenzációs történetet olvasom. A városban csak is nők éltek. Mindenféle, fiatal, öreg, nyújt és gyönyörű. A hangomból kilépve olyan hangulat vett körül, mint egy nyári vasárnap délután a Széchenyi téren. Kutyák rohangáltak, teli torokból kacagtak a gyermekek, akiket anyuk viccelődve kergetett a pázsiban. De férfiak sehol. Egy sihedel lány szórólapot osztogatott. A szórólapot az én lelkasom volt látható, átkötve hatalmas, kék masnival és olvasható a biztatás. Lepje meg hozzátartozóját, kedvesét, szögletes idomokkal. Először is el kellett viselnem, hogy mindenki a keresztnevemet szólított, sőt, becézett. Ez persze megengedhetetlen bizalmaskodás, lenne máshol. Időben irigyelni kezdtem a feministákat, de nem volt sehol egy férfiakat védő egyesület, ahol elpanaszolhattam volna, mi mentem át naponta. Megfordult a fejemben, hogy létrehozok egy férfiak emancipációjáért küzdő szervezetet, de kivertem a fejemből. Helyette egy szeptemberi hűvös hajnalon magamra kaptam aznapi partnernő ruháit, és némi fontolattal megszöktem a pokoli édenből. Hát így történt. Szó szerint, ahogy írva van. Ha nem velem történt volna meg, én se hinném el. Pikáns részleteket nem a cenzúra miatt, hanem az idő hiányában hagytuk ki, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy olvassa el a novellát. A két első helyezett ember, Kocsis Péter, pusztában készült díjazott fotóit kapta, és értékes utalmak voltak. Az előbb Borosz képviselő itt volt az ajtóba belém, mert... Lehet, hogy eltűnt közben, mert... Na szóval neki szólt a taps az előbb, gyere egy kicsit, gyere. Ő követte el a marakörköltet. Gondolom, hogy a végén érvényel. Esetleg utána. Utána? Tehát akkor következő technikai információk, akinek jó a szaglás, az már érzi, hogy a marakörkölt itt van a folyosón. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját. Azt mondja, hogy...
megszülettek ezek az írások, az természetesen az alkotóknak köszönhetjük, köszönöm a zsűri munkáját, hogy értékelte, illetve minden támogatónak még egyszer. Kérem szépen, hogy aki nem vásárolta még meg az ebédjegyét és rendelt ebédet, az most megteheti még a folyosón, hogyha van ilyen. Önöket pedig kérem szépen, hogy menjenek addig a kezet mosni a büfébe, inni egy gyomorerősítőt, a jó pörköltelőt, hogy a kolléganőim fölhozhassák az asztalra a kenyeret és a savanyúságot, és akkor mindenkinek jó évvágyat kívánok a